A 2010. november 9-e kedd van, és az Életútak és a Magyar Távközlés története sorozatban ma Rácz János igazgató úrral beszélgetünk arról, hogy az ő élete hogyan alakult, hogy került erre a pályára, és hogy kapcsolódott ez össze a távközléssel. Nem akarok titkokat elárulni, hogy elég közeli kapcsolatba érted le az életedet, és azt szeretném kérni, hogy akkor az indulástól mondjad az egészet, hiszen 83 évvel ezelőtt születtél, tehát van miről beszélgetni. Igen, én magam is nehezen hiszem szinte el, hogy most már a 84. életévemet taposom, és ez alatt a 84 esztendő alatt nagyon sok minden történt. Az is igaz, hogy párszor vissza-vissza tekintettem, megpróbáltam kiértékelni az életutamat, mit csináltam jó, mit csináltam rosszul, mit csinálnék talán másképpen, de végén mégis oda jutottam mindig az összegezésnél, hogy nem volt ez rossz, ahogy volt, jó volt ez az életút, mind a menetét illetően, mind az eredményeit illetően. Őszintén szólva, fiatal koromban nem ismertem remélni, hogy milyen pályát fogok befutni az életem folyamán. Arról nem is beszélve, hogy eszembe se jutott, hogy 84 életévet meg fogok élni. Hát, hogy az elején kezdjem, 1927. május 15-én születtem, méghozzá nem messze Budapesttől, Bicskén. Itt jártam aztán óvodába, akkor elemi iskolába, majd az akkori középiskolának számító polgári iskolába. Hát az éveket, ha megnézzük, az azt jelenti, hogy amikor befejeztem a polgári iskolát, ami arról nevezetes, hogy akkor már megindult a háború, kiszökkentem a gondolatmenetemből. A lényeg az, hogy 14 éves voltam akkor mindössze. Na most a polgáriskola elvégzése után ott állt az ember pályaválasztás előtt. 14 éves fejjel
van, nagyon nem világos még az embernek, hogy mit szeretne a jövőben csinálni. Ehhez ugyan segítettek a tanáraink, osztályfőnöki órán, normál órákon azért mindig utaltak pályaválasztási lehetőségekre, ajánlásokra. Én valahogy úgy voltam, hogy akkor is inkább a szerkezetek fele vonzódtam, olyan játékokat is szerettem, de úgy igaziból nem alakult ki bennem a végső cél. Inkább a Kandó Kálmán akkori felsőipari iskolába szerettem volna menni, de hát annak a tanítási költségei hát nem nagyon jöttek ki a családi költségvetésből, így hát változtatni kellett ezen a terven. Szüleitől kaptál valamilyen indítatást arra, hogy ebbe az irányba ilyen pályát válasszál? Igen, ők is próbáltak el arra terelni. Az az igazság, hogy végül is apám hozta a számomra kedvező ajánlatot. Ugye ő is egyébként bejáró volt, ő a MÁV-nál dolgozott, a keleti pályaudvaron, és hát ugye mindig a mávos kollégákkal utazott együtt, vagy most postás kollégákkal utazott együtt, és a postás kollégáktól tudtam meg, hogy a postának van egy olyasmi iskolája, ami az én érdeklődési köröm, nagyban hasonlít a Kandó Kálmán oktatási célkitűzéséhez, és ez a Posta Műszerész Tanonc Iskola, ami a Gyári úton található. Hát hosszas tanácskozás után megpróbálta pályázni a Posta Műszerész Tanonc Iskolájába. Nagyon kapós iskola volt, annyit tudok, már visszamenőleg nyomoztam persze ki, hogy abban az esztendőben, mikor én jelentkeztem, akkor pályázó volt 300, és fölvettek 50-et. Hozzá kell tennem, ez volt a második olyan évfolyam, ahol 50-es felvétel volt, mert korábban a tanonciskolában csak 25 főket iskoláztak be. Valahogy szerencsém volt, úgy látszik, bekerültem az 50-be, és felvételre kerültem a Műszerész Tanonciskolába. Őszintén szólva tetszett, az igaz, hogy a sok reszedés nem nagyon tetszett, ugye akkor inkább ilyen vasipari alapokon állt a műhely képzés, inkább a lakatosiparhoz volt közel álló, és hát elég nagy számban kellett esztergályozási, reszelési, fúrási, forrasztási, hőkezelési és ilyesmi műveleteket végezni. Mellette volt az elmélet, délelőtt voltunk általában műhelyben, délután pedig lent tantermi foglalkozásunk volt. Hát ahol a általános műveltségi tárgyak mellett ugye már megjelentek a természettudományos tárgyak az elsőben, majd a másodiktól már a szaktantárgyak. Ugye az akkori technikai iránynak megfelelően ugye a távirótechnika, távbeszélőtechnika, még nem is mondták akkoriban átviteltechnikának sem az átviteltechnikát, de kábeltechnika címen azért futott az a témakör is már, és külön tárgyalták a vívőfrekvenciás berendezéseket is. Tehát azért az átviteltechnika maga, ha még nem annak is neveztük el, már nem benne volt a tananyagban. És természetesen volt rádiótechnika, méréstechnika, tényleg egy nagyon komoly későbbi fejjel, és már mai fejjel is azt tudom mondani, hogy az akkori időknek egy nagyon komoly tanterve volt a Műszerész Tanonc Iskolának, csak miután a posta ragaszkodott a szerződéshez, hát ez nem lehetett más, csak tanonc iskola. Hát 4 évi tanulni volt tulajdonképpen az előírt tanidő, ebből 3 esztendő esett a műszerészképzésre, és 1 esztendő meg a továbbképzésre. Na most a mi esetünkben ebben egy kicsit beleszólt a háború. Ugye 1941-ben megindult a
magyarok hadba lépése, és ugye az már éreztette aztán a hatását. Első két évet még őszintén szóval nem nagyon éreztük meg, az inkább a közellátáson jelentkezett, a még tanulmányainkat különösebben nem zavarta, de már a másik, a harmadik esztendőben ott már egy kis baj volt. Ugye éppen húsvéti nagyszünetünk volt, amikor az első bombatámadás történt, és hát abban a bombatámadásban főleg Ferencváros, a ferencvárosi pályaudvar, pályaudvar környéke, és hát maga az iskola is beleesett. Bár a fejépületnél, ott a vágányok melletti épülettömb, ami akkor a anyagszertár volt, az porig lebombázásra került, de az iskola az még viszonylag szerencsésen megúszta. Igaz, hogy a tornateremből csak egy rakás tégla maradt, de maga az épület az épp maradt, de tanításra alkalmatlan. Hát a befejezés az azt jelentette, hogy ki voltunk helyezve központokba, ott szabályosan beálltunk ugye a napi munkába, hát amit ilyen tanuló gyerekek tudnak ugye végezni, de ezért mondjuk, hogy foglalkoztatás szempontjából. Melyik központba kerültél? Én akkor a Krisztinába kerültem először, aztán későbbiekben felkerültem a várközpontba, ott már nagyobb önállóságra volt azért szükség. És 44 karácsonya előtt, 24-én kellett volna még bejönnem egy 24 órás szolgálatra, arra már nem tudtam bejönni, akkor már nem volt közlekedés, már nem tudtam Budapestre jönni, és akkor Bicskére kettem. Hát azt nem tudom, hogy mi történt volna, akkor Budapestre kerülök. Hát Bicskén átéltem egy 3 hónapos front időszakot, ugyanis ott megállt a front. December 24-én bejött ugye a Vörös Hadsereg, és onnantól kezdve március 27-e környéke volt, amikor újból tovább indultak. Hát persze mondanom sem kell, mi sem maradhattunk a faluba. Egy hajnalban leszóltak, hogy egy órán belül el kell hagyni a házat. Hát amit az ember hirtelen össze tud kapni magával, iratokat, némi élelmet, némi takarót, és akkor továbbálltunk a szomszéd faluba, ahonnan aztán még tovább, ez volt Egyek, innen aztán még tovább kellett mennünk, az már februárra esett, februárba tovább kellett menni, és akkor Torbágyra kerültünk. No és akkor végre, március végén akkor megint visszakerültünk, de mondanom sem kell, hogy hát a háborús állapot látszott ugye a házon, lakáson, romokban minden természet, és hát kezdődött az otthoni újjáépítés. Ugye tetőzetet levitt el, égnyomás, még szerencse, hogy a falak nem dőltek össze. Mikor kezdtél újra dolgozni? Tulajdonképpen május volt, nem dolgozni, akkor még a tanfolyamra jöttem vissza. Iskolát igen. Folytattad, igen. Az iskolába jelentkeztem, május és június volt még egy csonkin is, a július. Ez a 3 hónap volt a csonkított továbbképző tanfolyam, és utána kerültünk aztán munkahelyre. Hát én szerencsére, miután a Postás Sport Egyesületbe tornáztam, mint itt maradtam Pesten, mert a mi időszakunkban vidékre is kihelyezték a végzetteket, függetlenül, hogy az most éppen oda született ember vagy egy lehetőségi ember volt, vagy pedig nem budapesti. De hát a Sport Egyesület hát közben járására Budapesten, pontosabban Budán maradtam, a Lágybányos Központba kerültem. Ez bejárás szempontjából jó volt, mert budai oldalon volt, Kelenföldig bejött a vonat, ugye onnantól elértem a munkahelyemet, de már tornászni nem igen tudtam átjönni, mert nem voltak hidak. Úgyhogy voltak éppen
tornász sportot abba is hagytam. Mire hidak lettek és egyáltalán alkalmas lett volna, akkor meg már ugye mondanom sem kell, az ottani vezetőknek nem nagyon tetszett, hogy én most tréningre akarok menni. Úgyhogy abba hagytam a tornászást, és hát a Lágymányos Központban dolgoztam. Jó együttes volt a Lágymányos, olyan családias hangulatú központ volt a Lágymányos Központ. De hát valami hiányérzetem volt. Nekem valahogy gyerekkoromtól is mindig egy olyasmi vágyam volt, hogy én mérnök szeretnék lenni. Na most ez a vágy, ez nem szűnt meg, ez tovább is fennállt. És azt néztem meg, hogy hogyan tudnám én ezt megvalósítani. Két lehetőség is volt. Hát az egyik az nem volt biztos, ugye ösztöndíjat szerezni, és akkor gimnáziumi érettségi nélkül bekerülni a műszaki egyetemre. Ilyen is volt. Én viszont akkor már elkezdtem a gimnáziumot, a Szilágyi Erzsébet dolgozó gimnáziumába, és akkor már azt hiszem ötödiket vagy hatodikat végeztem. És akkor már nem változtattam, meg nem is pályáztam egy ilyesmi lehetőségre, hanem mondtam, hogy befejezem a gimnáziumot, és utána jelentkezem. Hát 49-ben érettségiztem, utána jelentkeztem a felsőfokú továbbtanulásra, és hát 54-ben szereztem mérnöki oklevelet. Ez alatt az idő alatt természetszerűleg a Lágymányos Központban voltam, és ott dolgoztam. Külön szolgálati beosztásom volt, ugye az éjszakázást azt vállaltam, de hát a délután, tehát az előadások mindig délután 2-kor kezdődtek, és 8-ig, 8:30-ig tartottak. Délutáni szolgálat helyett mindig délelőtt voltam. Tehát ugyanazt a 4-es éjjelestúrt csináltam, mint a többiek, csak a délutáni műszak helyett délelőtt voltam. Hát így munka mellett végigcsináltam ugye a gimnáziumot és az egyetemet. És ahogy lenni szokott, én azt hittem naív, hogy egyetemi képesítés után is maradok a Lágymányos Központban, legfeljebb más feladatkört kapok. De nem így történt, hanem áthelyezésre kerültem. Egy rövid időt voltam az akkori postaügyi minisztérium, de talán egy negyed évig, ha volt, mert még az én ott létem alatt visszaállt a 4 főosztály, tehát posta vezérigazgatósággá. És onnan távválasztás vonzott engem, ennek a reményében, hogy ez megindul a helyközi távbeszélő igazgatóságon, a helyközibe mentem vissza. Magyarul a helyközi központba, az interurbán központba. Még annyit talán a Lágymányos, hogy az milyen technológiai központ volt? Tehát akkor hol tartott? Ez még rotari rendszerű központ volt. Ez azon kevesek közé tartozott, ugye egy kézen megszámolhatjuk a megmaradt automata központokat. Háborúban általában ezeket a központokat felrobbantották, kiégették, a Lágymányos Központ maradt meg. Ez voltak éppen igaziból korábban a Krisztina mellé, elsőrendű mellé központja volt. És most előlépett ugye a budai oldal főközpontjává. És Budán még ugye megmaradt az Óbuda és az Zugliget, mint mellé központok. Ezek egy átalakított csoportválasztó fokozattal csatlakoztak a Lágymányos Központhoz, és hát a Várközpont is előlépett, lévén ugye regiszteres mellékközpont főközponti rangá. Hát így volt a budai oldalnak akkori megoldása. Hát ugye pesti oldalnál tulajdonképpen hát a Terész Központ úgy, ahogy maradt, de meg a Lipótból, de a többi az tönkrement. Szóval csúnyán átrendezte a háború a távközés. Nagyon, nagyon. Arról nem beszélek, hogy a teljes helyközi központot, erősítő állomást, azt teljesen tönkretették, tehát kiégett. Az akkor is a Horváth Mihály téren volt? Ez a Horváth Mihály téren volt, a József központ. Igen, úgy hívták. Néven futott, igen. Hát ott aztán már egy
7H2-es központ épült újjá. Hát a újjáépítés is voltak éppen ugye a standard államosítás után indult, ugyanis a standard gyártotta ezeket a központokat, tehát Magyarországon a gyártás biztosított volt, és akkor a 7H2-es központok gyártására került sor, és hát, ha jól emlékszem, a Ferenc központ 62-ben, vagy mikor 61-62-ben ment üzembe, ugye addig eltartott, még ugye a hálózat kiépült. És hát ez a magyarázat, hogy ez a központtípus állt rendelkezésre, és sajnos nem a legkorszerűbb központrendszer volt a hálózatban. Nos, hát a helyi köziben tulajdonképpen nem értem meg a távválasztást, amiért oda vettem. Sokkal később indult be. Viszont megkerestek a Puskás Tivadar távközlési technikumból, volt oktatóim, tanáraim, hogy jöjjek a Puskás technikumba oktatni. Részben oktatni, részben pedig lenn a korábbi műszaki helyettes, vagy ahogy mondták, vezetőt a műhelyfőnök, állást változtatott, és megüresedett az az állás, és azt a feladatkört is el kéne látni. És hát ők rám gondoltak. Az igazság az, hogy az első blikre én nem nagyon akartam eljegyezni magam az oktatással, csak hirtelen annyi oldalról kaptam alkalmazási ajánlatot, hogy ez nekem szinte gyanús lett. És mindegyik ilyen oktatási jellegű ajánlat? Nem, ebben volt más, és ebben volt a Szikla központtól, a Potin, a tervezőintézeten keresztül, a kísérleti intézetig, mindenfajta. Ez tulajdonképpen, hát úgy mondhatnám, hogy az akkori káderfejlesztési terv keretében történetet. Ugye elvégeztem az egyetemet, most mint mérnököt hagytak ugye a helyközibe dolgozni majdnem 4 évet, mert 53-ba mentem, azt hiszem a helyközibe, igen, és ugye 56-ot írtunk, 56 nyarát írtunk, mikor megkerestek ugye a, hát a részben a Puskás Technikumból és más helyekről is. És akkor én úgy döntöttem, hogy kimegyek a Puskás Technikumba. És hát így lettem akkor a Puskás Technikumnak ugye a tanára, és láttam el a műszaki helyettesi tennivalókat, ami gyakorlatilag a kedvemre való volt, ugye az a műszaki oktatás egészét jelentette, részben elméleti tananyagát, részben pedig a gyakorlati metodikát jelentette. És ez természetszerűen kihatott a laboratóriumokra is, így, hogy a előfeltételek rendelkezésre álljanak. Talán érdekes volt, mert erre már én is emlékszem, hogy te voltál akkor a Rácz 2 János, mert a Rácz János volt az igazgató, tehát két Rácz is vezette akkor a Puskást. Így van, én is emlékszem a Torbási Gyurkára, aki akkor a harmadik C-nek, B-nek. Mi voltunk bések, C-sek, már 56-ban minket összekevertek. De akkor még 3 osztály volt. Akkor még 3 osztály lett. 3 osztály volt, és utána keverték. Igen, és én akkor lettem rádiós is osztály. Ja, még annyit kell hozzátenni, hogy ez olyan szempontból is újat jelentett, már a feladatomat illetően, hogy korábban ugye szakosított volt a Puskásnak a képzése, viszont 56-tól egy szakossá állt át, tehát nem volt szakosítás, megszűnt a szakosítás, mindenki tanult mindent. Igen. Hát ez az mondjuk egy részben a tananyag választásával, tantervi kérdésekben jelentett feladatot, hát részben pedig lenne ugye a laboratóriumi feltételek megteremtésében. Hát ugye laboratóriumokat nem lehet máról hónapra kicserélni, de nekem ugye végül is volt egy kis, hogy mondjam, hinterlandom, hogy egy kicsit fölmérjem, hogy mi van, és mit kellene csinálni. Közben ugye a nyári termelési gyakorlatok során
volt alkalmam konzultálni az üzemek véleményével, hogy mit látnak hiánynak, mit kellene a képzésbe hasznosítani. Hát ott tudtam meg például, hogy nagyon túl vannak elméletileg képezve, mondják az üzemek, vagy mondták az üzemek képviselői, de viszont a gyakorlati készség az gyatra, nem kellően gyakorlatiassak, a gyakorlati oktatás nem jó, és akkor kicsit utána néztem, hogy mit kell ezzel ott érteni. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a kritika, ez jogos. Ezt, amikor én kimentem és megálltam a állványsor előtt, én is ugyanúgy álltam, mint az 56 táján kiment hallgató, mert hiszen azt se tudtam elképzelni, hogy ezek hogy vannak összedrótozva. Szinte nem mertem hozzányúlni. Rájöttem, hogy voltak éppen, itt van a gyakorlati hiányosság fogalma, amit nekem megfogalmaznak, ezt kell, hogy értsék. Tehát gyakorlatilag nem értik a felépítést, szerelési rajzokban járatlanak, ezért nehezebb megy a hiba behatárolás, és így tovább. Hát akkor ki kell találni, hogy egy más gyakorlatot. Ugyanis volt egy ilyen tantárgy, hogy szerelési gyakorlat. De ezen a szerelési gyakorlaton az volt a maximum, hogy mit tudom, egy kábelt kifejtettek szint szerint, aztán eldobták. Na hát ezen gondoltam, hogy változtatni kell, más szerelési gyakorlatot kell kitalálni, valami olyasmit, ami egy szerelési művelettel összefügg, de az a szerelési művelet nem egy öncélú, hanem valami szerkezet, amely szerkezetet utána laboratóriumba segédeszközként fölhasználva bemérem. Na hát akkoriban az ezermester boltban, vagy de másik boltokban is, nem tudom, lehetett kapni, már nem emlékszem a típusra, egy rádiótípust, zacskóba. Hát megvettünk ugye annyi zacskót, mármint rádiót, ahány hallgató volt. Első feladat a szerelési gyakorlaton, mindenki összeszereli a rádióját, a zacskó tartalmát beépíti. Ez volt a szerelési gyakorlat. Következő fél évben pedig leviszi a rádióját a rádiólaborba, és akkor ott a beméréssel foglalkozik. Hasonlóképpen valami távbeszélő, mit tudom, sávot. Ugyancsak bekábeleztek, de úgy, hogy vizsgálni lehessen. Tehát megtanulják a gyakorlati kivitelezését is a dolgoknak, és akkor ez a dolog ugyanis simult. Már jobb vélemények voltak az üzemek a gyakorlati felkészültségre is. Elméletileg meg sosem volt probléma. Igen. Na hát szóval az előkészületeknél ugye azt is közben ugye fölmértem, hogy nem csak így effektíve manuális gyakorlatnál, hanem mérési gyakorlatoknál mire volna szükség. Igen, ám csak ugye azt is meg kellett nézni, hogy akkoriban egy nagy asztalt körülültek, vagy 12-en, legjobb esetben 8-an, és végeztek egy mérést. Hát ami egy kicsit úgy működött, hogy a gyakorlatvezető hókusz-pókusz megmutatott valamit, és kész. A mérési gyakorlat akkor ér valamit, ha az illető saját maga csinálja. Akkor okul belőle. Hát ehhez is persze feltételek volt szükség. Hát ugye az ember megcsinálta maga felmérését, műszerigényét, műszerféleséget, és utána előálltam a tervvel, hogy hát szóval ezt kéne csinálni. És hát a laboratóriumokat is át kell alakítani, a 6 nagy asztalt kidobni az elektrolaborba, és mérőmunkahelyeket berakni, és maximum 2 ember mér, tehát párosok legyenek. Hát az elektrotechnikai laborral kezdtük ezt a műveletet. Hát ugye ez hallgató körében ez nagyon örvendetes volt, mindenki nagyon szeretett önállóan mérni. A legalábbis a többség az, igen. De hát ugye a többi labornál kicsikét nehezebb volt a átalakítás, mert hiszen azt úgy is hívták tantervileg, hogy berendezés ismeret.
Hát ez volt, ugye minden szaktantárnak volt berendezése, a távirótól az átvitelen távbeszélőn keresztül a rádióig, sőt, televízióig, ugye mert bontakozott a televízió már. Ezeknek a laboroknak aztán a felújítása, átalakítása az már nem volt olyan sima, azt nem tudta az ember házon belül keresztül vinni. Hát ez akkor került már sor, amikor 59-ben János bácsi, már a Rácz János 2 nyugállományba vonult, és helyébe én kerültem az igazgatói székbe. És hát ugye vállalatokkal hozzá kell tennem, hogy sokat emlegetett Puskás Tivadar technikum baráti köre hatékony közreműködésével elkészültek ugye a labortervek. Én azzal tudtam megnyerni, hát ugye általában a cégvezetők is majdnem mind valamikor itt ide jártak, itt kezdték a szakmát a műszerész tanonc iskolába, hogy közeledik az 50 éves jubileuma iskolának, az iskola épületének, és ez 62-ben volt, hogy addigra nagyon szeretném, ha laborokat felújítanánk, korszerűsítenénk, és ehhez ők is főleg gyakorlati berendezésekkel járuljanak hozzá, de ne olyannal, amit azért dobnak ki, mert már nincs szükség, hanem olyan, ami van, ami élő, vagy ami lesz. Mivel tanulni lehet még. Így van. Hát az az igazság, hogy partnerek voltak a cégvezetők. Helyközi, a Szarvas Sándor volt akkor a helyközi igazgatója. Ő közreműködésével, Baús Feri volt a főmérnöke, is ide járt Hajdalán az ő segítségével. A távbeszélőbe, akkor Horváth Ferenc Viktor volt az igazgató, ő is közreműködött, segítette a távbeszélőlabornak, hogy a korszerűsítését, felújítását, és ugye Becsanyi a rádió laboroknak a felújítását. Az a változás következett eleve be, hogy korábban egy rádiólabor volt, abban volt ott, ha tetszik, adástechnika, ha tetszik, vételtechnika. Hát szinte azt mondhatnám, hogy itt most vagyunk, ezen a környéken voltak ezek a rádiós helyiségek. Ketté választottuk ugye a labort is, a képzést is. A földszinten alakítottunk ki egy vételtechnika labort, itt pedig egy adástechnika labort. Úgyhogy tényleg 62-re, amire az 50 éves jubileumra sor került, minden labor felújított, korszerűsített állapotba került. Igen, csak ugye mindig a derűre borulja is szokott jönni. Ez az időszak, gondolok az 59-60-as évekre, sőt már az 58-ba kezdődött, ugye az oktatási reform időszaka volt. Hirtelen akartam mondani a miniszter nevét, korábban a Veszprémi Egyetemnek volt a rektora, ő volt ennek a reformnak a vívője, és a reformnak a lényege, őszintén szóval nekem nem tetszett, és az idő, ha úgy tetszik, igazolt is, az volt, hogy a technikus képzés épüljön érettségire. Tehát érettségire épülő technikus képzés képzeltek el, és a középfokú technikumot, amik korábban voltak, megkívánták szüntetni. Hát az, hogy megkívánták, az kifejezésem egy is szűnt, csak nem mindegyik. Általában, ha jól emlékszem, valami 82 volt az országban, ha nem tévedek, a technikumoknak a száma. Ebből furcsán hangzik, elsőként a Kandóba futtatták ki a középfokú technikumot, és helyette indult be a felsőfokú technikum. Más volt a többieknél kis eltérésekkel hasonlóképpen. Kifuttatták a középfokú technikumokat, és felsőfokú technikumokat hoztak létre.
megindult a tárcák között a verseny, hogy kinek van felsőfokú technikuma. Ez egy magyar betegség, de hát ez van. Na már most a Puskás Technikum esetében nem ez történt. A Puskás Technikum tovább működött, de létrejött mellette 62-ben, ugyanis akkor már megvolt a 3/12-es oktatási törvény, ami kimondta a felsőfokú technikumok létesítését és a középfokú technikumok megszűnését. És létrejött, hát ugye a KPM se akart elmaradni, a KPM is létrehozta a felsőfokú távközlési technikumot. Ugye létrehozott egy gépész technikumot a középfokú helyett, és létrehozott egy vasútforgalmi technikumot Szegeden. Hát ugye mondanom sem kell, ez azzal járt, hogy egy nulláról kellett elkezdeni egy felsőfokú távközlési technikumot felépíteni. Az a igazság, hogy nem volt átgondolt az egész elképzelés, mert olyan elképzelés volt, nem volt egy épület, nem volt egy tanterem, hanem úgy gondolták a akkori vezetők, hogy talán a Ferenc központban lévő két ilyen tanfolyami pihenőhelység, ami egyébként a étkezőhelyiségből nyílott, ott lehetne talán elindítani ezt a felsőfokú távközlési technikumot. Hát arra nem is álmodtak, vagy nem tudom, nem jutott eszükbe, hogy hát egy műszaki létesítménynél laborgyakorlat nélkül nem megy. Nem ér semmit. Labor is kell. Na hát, miután én lettem kiszemelt igazgató, illetve létesítője ennek a felsőfokú technikumnak, én kijelentettem, hogy itt és ilyen körülmények között én ezt nem csinálom. Hát föltették a kérdést, akkor mit tudsz csinálni? Mondom, egyet tudok átmenetileg, hogy a Puskás Technikumba elindítjuk. Két termet ki tudunk szorítani, órarendi, hát ilyen váltásokkal, tehát ahol laborban vannak az osztályok, ott van üres terem, tehát akkor ott lehet két tantermet biztosítani, elindítjuk ott, és akkor nyertünk egy évet, egy év alatt megpróbáljuk, hogy akkor a továbbiakat megteremteni. Hát ugye mondanom sem kell, hogy ezt így elfogadták egyből, arról nem is beszélve, hogy mondtam, hogy helybe azokat a gyakorlatokat, amit mi első kézből tudunk a képzésbe beiktatni, azt el tudjuk végezni a Puskás laborjaiban is. Tehát rendelkezésre állnak ott a laboratóriumok, legalábbis a felszerelésük megvan. Hát itt indult aztán el ugye a felsőfokú távközlési technikum. Úgy lett, ahogy én gondoltam, hogy nem sok remény van arra, hogy máshova kerülünk. Előttünk ugyan lebegett egy százas posta mondat, ugyanis a százas posta, ez magába foglalt még egy épülettömböt, ami egy oktatási épület volt, ami aztán később a POK lett. Ugye először arról volt szó, hogy az ott lesz elhelyezve a POK és a felsőfokú távközlési technikum, utána ez kiszorult, csak a POK került végül is oda, de ott is kaptunk két tantermet. Tehát két tervet ott is használtunk. Puskásban, aztán a továbbiakban úgy működött. Ez sajnos azzal járt, hogy a középfokú osztályok számát azért csökkenteni kellett, hogy végül is a második emeletre telepedett végül az egész felsőfokú. Lehető lett felsőfokú, mert volt magasabb. Tehát a második emeletre került. Igen, szóval itt működött, és az az igazság, ezt is utólag én nyugodtan kijelenthetem. Ha akkor nincs a Puskás, és akkor nem fogadják el, hogy itt induljunk el, akkor ma, illetve akkor nem lett volna felsőfokú távközlési technikum, és nem lett volna a jogutóda a mai Győri Egyetemnek, a jogelődje, a főiskolának a távközlési intézete. Hiszen ebből nőtt az is ki. Hát a felsőfokú technikum ugye elindult
mint említettem, 62-ben. 62-ben megtartottuk ugyan a 50 éves jubilómot. Nagy, hát ez a, akkor még nagyobb volt, tehát az épületrész még nem létezett, a teljes udvar tele volt résztvevővel. Hát ugye azért 50 év alatt azért még sokan éltek, akik itt végeztek. Igen. És mindenki, aki tehette, és nem is egyedül, családtagokkal, családdal együtt jöttek erre a rendezvényre. Egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, minden pontja később a esti baráti találkozónál is szép számmal voltak jelen a hajdanában, ebben az iskolában végzettek. Hát én akkor elbúcsúztam ugye a Puskástól, bár épületen belül maradtam a felsőfokú technikummal. A kínlódásom az persze tovább is tartott, mert hiszen létszámot, tanári létszámot szerezni az szinte lehetetlen volt. Hogy egy példát mondjak, ugye az első időszakban a felsőfokú távközlési technikum, amikor már a három évfolyam megvolt, tehát fölfutott az első három esztendő, mindössze 5 fő hivatású tanára volt, és 39 óraadója. Mindez 7 osztályra. De hát ez az akkori időkre jellemzően így működött. És hogy alakult a gondolat, vagy honnan jött a gondolat, hogy Győr felé kellene megkeresni a megoldást, mert valójában ez, ahogy elmondod, ez eléggé gyenge sikerült. Hát ezt közelről nem tudom, csak elbeszélésekből tudom. Amikor ezt először ugye nekünk bejelentették, akkor a szegedi vasútforgalmi igazgatóhelyettese fölállt, aztán mondta, hogy ők akkor mennek át Győrbe, ha a Tisza visszafele folyik. Más kérdés, hogy áttelepültek 74-be. Na de hát a hangulatra volt jellemző, senki nem tartott. Te nem mondtál ilyet akkor, nem, hogy nem megyünk Győrbe. Én azt mondtam, hogy én nem megyek. Egyszerűen. Én csak egyszerűen magamról beszéltem, az intézmény az lehet, hogy megy, én nem. És hogy alakult később? Később kérlek szépen az lett a hangulat, hogy nem kell feltétlenül elmenni Győrbe, de még Győrbe megy az intézet, addig maradjunk és csináljuk a dolgokat. Hát maradtunk ugye itt a Puskás épületében egészen 1976 nyaráig, augusztusáig, akkor adtuk át aztán az épületrészeket, jó néhány felszerelési tárgyat, könyvátírással itt hagytunk, hogy hasznosítható legyen itt a középfokú technikumban, hiszen ott úgyis egy nagy beruházással minden megoldódik, az egészen úgy volt, de hát akkor még úgy gondoltuk, hogy úgy lesz. Na most hogy miért került Győrbe, ez sokat vitatott kérdés volt. Győrváros régtől egyetemet követelt. És hát ugye egyetemet nem tudtak adni, de úgy gondolták, hogy most kielégítik a Győrváros igényét egy főiskolával. Igaziból csak a gépészeknek jelentett egy hátteret, egy szakmai hátteret, más szakok számára abszolút nem. Tehát nagyon észszerű nem volt a Győr megválasztása. De hát mondom, főleg itt a és egy politikai nyomás is volt itt a dolgok mögött, hogy Győrbe kellett ennek a főiskolának települnie. Akkor ugye ennek még nem volt Széchenyi a neve, akkor ennek közlekedési és távközlési műszaki főiskola nevet adták, és ez a létesítési határozat ez 1968-ban jelent meg egy elnöki tanács határozata formájában. És ez a te életedet is Győr felé fordította, gondolom. Igen, igen. Engem is, én igaziból személy szerint azt mondtam, hogy én nem akarok elmenni Győrbe. Jó lett, az öcsém oda nősült, tehát mondjuk rokoni kapcsolatom is van Győrbe, de én inkább maradnék Budapesten. Hát én ezt mondogattam, míg nem aztán, ugye, akkor a Horth Dezső volt a KPM miniszter helyettese. Egy ilyen
szűkebb körű megbeszélés során, ahova én is ugye hivatalos voltam, hát akkor közölte rövid úton, ugye más egyéb napi rendek után, hogy akkor te elmész Győrbe. Hát mondtam, de én nem akarok menni. Hát azt nézd, két választásod van, mész vagy mész. Hát ez azt jelentette, hogy vagy önként megyek, vagy akkor hivatali úton rendelnek oda. Hát aztán eltűnődtem egy kicsit a dolgok felett, és akkor azt mondtam, hát az látszik, hogy nekem ezt be kell ott indítani, ezt megmondta a miniszter helyettes, hogy addig kell ott maradnom, még beindul. Utána visszajöhetek, itt van a helyem. Hát ha ő mutatta, gondolom a posta vezére gondolt, ami engem már nagyon nem vonzott. Hát ezek után ugye egy kicsit családdal is megbeszélgetve úgy döntöttem, hogy ha már én egyszer ezt megcsinálom és létrehozom, akkor már ott is maradok, és akkor nem jövök vissza. És akkor mondtam, rendben van, elmegyek Győrbe. Az igazság az, hogy én akkor ezt tényleg úgy voltam ezzel, hogy mint akit elítéltek 11 évre, annyi hiányzott a nyugdíjamban, ezt letöltöm és jövök vissza Pestre. De mikor oda került a sor, ugye 87-ben, akkor én nagyon jól éreztem magam Győrbe, és én nem akartam már visszajönni, de hát ugye a feleségem meg a család esetleg, és akkor egy alkalommal a feleségem kérdezi, azt mondja, te ugye mindenképpen vissza akarsz menni Pestre. Mondom, én nem, de ő nem. Hát akkor nem keresünk lakást, akkor maradunk, és nem megyünk sehova. Hát milyen beosztásod volt Győrbe, milyen munkát végeztél végső soron? Hát kérlek szépen, először is ugye mondottam, hogy ez a főiskola volt már, a közlekedési távközlési műszaki főiskola. Ennek négy intézete, négy szakmai intézete volt, így mondom. Ugye volt egyszer egy közlekedés építési, egy közlekedés gépész, egy üzemi, közlekedés és posta üzemi intézet, ez a forgalmi részlet tulajdonképpen, és volt a távközlési intézet. Hát az én dolgom volt a távközlési intézetnek a létesítése, megszervezése. Az intézethez tartozott három szakterület, a vezetékes, a vezeték nélküli távközlés és a közlekedés automatika. Ez három tanszék volt. Ez önmagában három tanszéket is jelentett, de volt még olyan tanszékünk, az általános műszaki tanszék, amelyik az ilyen általános előkészítő tárgyakat foglalta magába. Érdekes, de egyedül csak nálunk volt fizika oktatás, úgyhogy például a fizika oktatója is ezen az általános műszaki tanszéken volt. Az általános műszaki tanszék látta el az egész főiskola területén az elektrotechnika oktatást. Mi volt még ilyen hirtelen tárgy, amit még ütten, hirtelen is teszem be más, ezek az egész főiskolára kioktattak ez a általános villamos tanszék. És te akkor ott intézetigazgató lettél? Intézetigazgató lettem, igen, és a vezetékes távközlési tanszéket vezettem még mellette. Hát a szakom az változatlan volt. Ugye én a középfokon is, meg a felsőfokú oktatásban is átviteltechnikát és kapcsolástechnikát tanítottam, mint szaktantárgyat. Mellette néha volt ilyen adalék, amit ha nem volt előadó, akkor az igazgató belép, aztán csinálja jelszóval. Ilyen volt például, hogy elektrotechnikát is oktattam, meg méréstechnikát oktattam. De ezek, mondom, ilyen járulékosak voltak, ha szükség törvény mondott, akkor ezeket is oktattam. De a fő területem tulajdonképpen a teljes távközlés, ugye a mikrofontól a hallgatóig, Cuzánben az egész hálózatom. Ott volt nálatok, igen. Nos, és ugye a költözés időszakára esik egy technikaváltás is, mert ugye a 70-es években kezdődött a hálózatrekonstrukció és a crossbárosítás központos vonalon, de a vivősítés is, ugye a
átvitel technikai vonalon. Tehát volt egy szakmai új anyag, amit be kellett vinnünk az oktatásba, lehetőleg mire az alkalmazásra kerül, azért már valamit halljanak a hallgatóink, akik kimennek. Hát arról volt egy kicsit híres a mi intézetünk, hogy egy kicsit mindig előrébb voltunk az oktatással, tehát nem csak azt oktattuk, ami van, hanem azt is, ami lesz. És hát ez egy államvizsga bizottságnak általában tetszett, hogy ők már olyanról hallottak ottan felelni a delikvensektől, ami még a megvalósítás stádiumában van. Nos, hát mondom, ez volt az első időszak, ide esett a áttelepülésünkre a közbárosítás, sőt, egész hatékonyan ugye a győri központ személyzetét azt már mi képeztük ki, illetve annak a Vócz körzetnek a személyzetét nálunk részesültek képzésbe a karbantartói. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt egyébként mindig is, és ezt azt hiszem, hogy talán a sikereknek egyik forrása ez is. Jó volt mindig a kapcsolatom, meg a kapcsolatunk a postai üzemekkel. Tehát a felhasználó üzemekkel tényleg szoros kapcsolatunk volt. Tőlük kaphattunk jó tippeket, hogy mit kéne talán még csinálni, hol kéne még finomítani, de kaptunk forrásmunkákat is, tehát elő tudtunk készülni a jövőre is. Nem volt rossz egyébként a győri élet, nem volt olyan probléma, mint itt, ugyebár, hogy a hallgatók két óra közötti átmenetelni eltévedtek a városba is. Rendelkezésre állt kellő számú tanterem, viszonylag elfogadható volt a személyi ellátottság is, megfordult az arány. Ugye kétharmad lett a fő foglalkozású hát mérnökeink, illetve oktatóinknak a száma, de megtartottuk az egyharmad meghívott előadót, akik hozták a mindennapi élettudományát a szintézethez. Hány évig, meddig csináltatta ezt a most már kialakult oktatást? Hát kérlek szépen, hogy tulajdonképpen én elkezdtem ezt 56-ban. Na már úgy igen, de most én a Győrre gondoltam, hogy ja, ottani sikeres szakasz az hosszú volt. Hát hivatalos aktívként dolgoztam 87-ig, és 1987. május 15-ével nyugállományba vonultam. Ez persze nem azt jelenti, hogy abba hagytam a munkát, illetve az oktatást. Még 13 évig tanítottam, hát mint óraadó tanár. És tulajdonképpen lehet, hogy még tovább tanítottam volna, csak akkor volt, 2000-ben volt egy hangszálműtétem. És hát ugye legyengült a műtét után a hangszál, tilos is volt főleg hangosan beszélni, de egyáltalán beszélni, kimérni kellett a hangszálat. Tehát arra, hogy előadást tartson, az ember szó se lehetett. Úgyhogy tulajdonképpen akkor hagytam abba a tanítást. Ez azt jelenti, hogy például ugye a digitális központok akkor indultak be, amikor én a nyugdíjas korhatárt elértem, tehát azoknak az oktatását én már nyugdíjasként végeztem. Tehát újat kellett neked is tanulni? Hogyne, hát előbb meg kellett nekem tanítani tudjam. Így van. Hogyne. Beszereztem ugye a dokumentációt. Ugye először csak az ADS központ jelent meg a láthatáron. Ugye utána már megjelent másik kettő is. Az Ericsson, ugye meg a Siemens is. És hát akkor mindez embernek el kellett sajátítani, és akkor azt tanítottam. Hát tulajdonképpen én itt fejeztem be a szakmai munkámat, tehát még ezeknek a központoknak a tanítása, az intelligens hálózat kezdődött
ebbekbe az időkbe, ezekben már nem nagyon bújtam bele, ezzel már nem nagyon foglalkoztam. És bevallom férfiasan, hogy 2000 után nem csak az előadással álltam le, hanem egy kicsit a szakirodalom olvasásával is. Hát ennek persze voltak okai is. Ugye olvasni nem a hangszálammal kell, a szememmel, de hát a szememmel is baj volt. Mind a két szememet szürke hályokkal műteni kellett. De sajnos, hát, hogy mondjam, szemüveg nélkül elmegyek. Nem azt mondom, hogy nagyon jó éles látásom van, de még egy évvel ezelőtt kocsit vezettem. Hozzá kell tennem, kocsit vezettem, de az újság apró betűit nem tudom elolvasni, nem tudtak, nem tudnak szemüveget adni. Uh-huh. Van egy kis nagyítóm, de se tudom, hogy milyen, hány dioptriás, azt szoktam használni. Azzal tudok talán egyedül olvasni, van különböző nagyságú nagyítóm, hát a betű nagyságától függően cseréredőket tudok hozzáfogni. De hát ilyen nagyítóval egy szakkönyvet olvasni, meglehetősen nehéz, mikor mindig elcsúszik, és mindig ismételni kell, megtalálni, hogy hol is csúsztam el. Most hát szóval ebben úgy belefárad az ember, és hát most egy újabb, hát persze még irodalmi téren tudom csak hasznosítani, hanglemezzel kötöm le magam, például regény hanglemezről, igen, és akkor csak hallgatni kell. Úgyhogy sajnos ez van a szememben, és ezért egy kicsikét most már azt kell mondani, hogy le is maradtam, mert ha egy picit az ember úgy visszagondol az életére, csak magam 84 évére, abból is mondjuk, ahol már mondjuk szakmai szempontból gondolkodtam, legyen 70 esztendő, akkor is kérlek szépen, a technika úgy körülbelül 70-ig át. Nem nagyon volt. Igen, lassú volt nagyon addig. Nem nagyon volt. És akkor meg hirtelen megindult. Hát amikor én megláttam az első MATÁV tervet, egy ilyen 3 éves tervet, mondom, ez lehetetlen, ezt nem lehet megcsinálni. Erre nem lesz pénz. Lett. Meg lett. Én azon gondolkozom itt közben, hogy ha most valahogyan a te életpályádat úgy számokkal próbálnánk egy kicsit leegyszerűsítve megfogalmazni, akkor elég nagy számot kéne összeszedni, hogyha azt keresnénk, mint mutatót, hogy hány szakmai eredmény van abban, vagy mennyi szakmai eredmény van abban, hogy te hány embert oktattál ezen a pályán, különböző szinten, különböző helyeken. Nem tudnák én most mondani ilyesmit, de azt hiszem, hogy tesed, hát ha csak az évek számát, meg az évfolyamok számát összeszorozzuk, több ezerről, vagy talán még hát, több tízezer. Tízezerről lenne szó. Ha nem is mindenkit tanítottam a több tízezerből, de a kapcsolatod megvolt. De tanítani is több ezer, hogy ne több tízezer. És én azt tudom elmondani, és nyugodtan elmondhatom, hiszen én is valamikor mondjuk úgy a tanítványod voltam, hogy... Az első hogy, tanítványaim. Hogy már téged a diákok mindig szerettek, és mindig elfogadtak, tehát... Nem az a tanár voltál, akit úgy messziről néznek, meg úgy nem is nagyon törődnek vele, mert hát az egy másik világ. És én erre két olyan kis nevet említenék, amit te, mint megtudtam később, ismertél. Mikor én jártam iskolába, akkor téged Slimnek, a becsületes bérgyilkosnak titulált a mi évfolyamunk, és mi azt hittük, hogy ez egy nagy titok, és mikor az érettségi bankett volt, akkor hát egy kis jókedvel elmondtuk, megkérdeztük, hogy hát mi így hívtunk téged, és te mondtad szerényen, hogy igen, én ezt tudtam, de valahol azt hiszem, ez neked is jól esett, mert ez egy szeretetet, egy,
egy kellemes kapcsolatot mond, ami a diákok és a tanárok között nem mindig van meg. És aztán én később tudtam meg, hogy ez a jó hangulat, vagy jó kapcsolat még egy másik becenevet is adott neked, a Köbükit, a Mézga család jövőbe látó tudósát, aki mindig a jövővel foglalkozott. És ha nem érzem erőltetetnek, hogyha arról beszélnénk, hogy te azért az oktatással tényleg mindig a jövőbe láttál, és a jövőt kerested abba, hogyan kikerülő emberek az iskolából, a te tanítványaid, azok meg tudják állni a helyüket jó néhány év múlva is, hiszen az ember élete az nem ér véget nyilván az iskolával. De ha most egy ilyen csúnya kérdést tennék fel, hogy látod most a helyzetet, hogy tudnál valamilyen tantervet adni a következő, mondjuk csak néhány évre, hogy mit tanuljanak a diákok, és az én kérdésem nem egészen kitalált, hiszen a mai oktatás többek között ezzel is küzdködik, és nem nagyon találja meg a megoldást. Na, először talán röviden a slim szócskára. Valóban ti voltatok a keresztülők. Ment az első számú közellenség című film, igen, és abban volt ez a slim. Igen. És az osztály egy része kitalálta, hogy el kéne vinni engem moziba, megnézni ezt a filmet. Igen. És hát ez történt, ha jól emlékszem, a Kossuth moziba mentünk el. És még arra is emlékszem, hogy a, nem a Császti, hanem a Császár. Az mindig böködött. No, most esik oda nézni. És akkor tényleg a vásztal szinte a hasonmásom jelent meg. Még az öltözék is, az akkori öltözékemhez hasonló volt rajta, ugye elől kopaszodó fej, teljesen én voltam. De egy nagyon szimpatikus figura volt. Na most maga a figura is úgy különben szimpatikus volt, a maga rablógyilkos volt. Igen, ez csak egy olyan cím volt mellett. De találó volt egyébként, és én akkor már tudtam, hogy tulajdonképpen erről van szó, hogy ez a slim. Később ez megerősödött, ugye az év végén játszottuk a szokásos tanár-diák meccset, aztán ha belerúgtam a labdába, akkor kívülről meghangzott, jó volt, slim. Nem mondom, akkor én vagyok a slim. Ja. No hát ez volt. Én egyébként még egy későbbi eset, utánatok végző társaság, vagy két évvel később végző társaság, azt hiszem Koppánynak hívták a fiút, jött a valamilyen létszám, meg mifene dolgokkal, nyári tábor, vagy nem tudom mi volt. És akkor mondtam, jó, adjad ide, majd ide megnézem később. Nem akarta kiadni se, hogy a kezéből azt a kis cetlit. Azért csak kivettem, és akkor ugye ránézek, és oda volt fölülírva, slimnek jelenteni. Nem mondom, ezért nem akarta ide. De úgy csináltam, mint egyszer se vettem, belenéztem, azt visszaadtam a filmet. No. Úgyhogy napjainkban is egyébként, amikor egy-egy ilyen találkozón összetalálkozok egy-egy osztálya, ott hát különösen ugye a ti évfolyamatok, az volt ugye a keresztelő osztály, ugye mindig mondják a slim nevet, sőt, rossz néven veszik, hogy a Laci elnevezett köbükinek betűadta, hát viszont a köbükinek. Másik keresztpapád is ugye, hogy előtte lévő igazgatókat, hogy nem... Így próbálta, hogy hívják volni, ugye először van a Dédi, meg nem tudom micsoda, és aztán messze van a köbüket, így azt mellettem a köbükét. Én még úgy emlékszem, nos, hogy hát, hozzátettük azért, hogy slim tanár úr, mert ez a kettő valahogyan... Nem, én soha nem éreztem, hogy kell. Szemtelen lett volna az osztály. Az az igazság, hogy nagyon jó diákcsínyeket is csinálta a társaság. Én az elfogadható ízléses diákcsínyeket kedveltem. Egyébként Pircsák Bruno, ez a név is ismert előtte. Igen, osztálytársam volt valamikor. Volt egy olyan szokásom, hogy nem volt sose dolga. Ugye ott volt az osztálynapló, be kellett volna írni az órát, keresem a tollat, nincs. És akkor mindig kértem egy tollat.
és egy ilyen alkalommal, mikor tollat kértem, felugrott vagy 6 srác, mindegyik hozott egy ilyen tyúk tollat. Na jó, hát ez volt egy ilyen diácsín, ebből nem kell, itt teszem kell, mit tudom én, felháborodni rajta, aztán én is mondtam, hogy hát fiúk, én sajnos nem tanultam ezzel írni, úgyhogy nem tudom használni. Nekem adjatok ilyen mai tollat. És akkor lezártuk a dolgot. De tényleg mindig jó volt a hangulatom a ifjúsággal. Ezt elmondhatom a főiskolásokra is. Ott is általában mindig jó hangulatban váltunk el, és nem voltak problémák. És még most is hívogattunk, meg hívogatnak téged az érettségi találkozókra. Igen. Mindenki örül, ha el tudsz jönni, és szívesen ott elbeszélgetsz a társasággal. Mert ugye mindig fiatalodok egy-egy ilyen találkozón. És én már mondtam egy párszor, hogy lehetséges, hogy ennyire megnyúlott az életem, talán összefügg azzal, hogy mindig a fiatalok körében volt. Nagyobb rész, mert 28-29 lehettem, mikor kijöttem ugye a Puskásba. Úgyhogy nagyobb részt a ifjúság körébe voltam, és ez sokat számít az embernek. Még az, hogy mit kéne tanítani? Igen. Hát kélek, erre nagyon nehéz lenne most nekem választ adni. Még pár évvel ezelőtt könnyű volt mondani, hogy ügy, számítás, technika, információ, elmélet, elektronika. Jó, ezek ma is érvényesek. Én még azt tudtam, amikor eljöttem ugye digitális központok utánra mondani, hogy hát el fog tolódni a telefonia az internet irányába. De hogy milyen irányban megy ez most tovább? Hát nem tudom. Nem tudom. És hát főleg ebbe az is zavar, hogy mai technikai dolgokkal nem foglalkoztam, nem vagyok napra kész, hogy ember meg tudná mondani. Még nem beszéltünk a családodról. Úgy érzem, hogy egy mindennapi kérdés ez, de hát hogy élsz, hogy vagy kapcsolatban szép számú unokákkal, ükunokákkal? Hát a családdal is egy kicsit úgy voltam mindig, mint a tanítványaimmal. Szóval jó együttesben. És az az igazság, hogy azt kell mondanom, hogy magam pályafutását így tudtam véghez vinni, abban nagyon nagy része volt a feleségemnek, aki azért nagyon sok mindent levett a vállamról, még a gyereknevelés tekintetében is, annál is inkább meg két lányom volt, illetve van. És valahogy a család az nálunk úgy működött, amikor már iskolások lettek a kislányok, hogy általában minden komolyabb kérdést úgy megbeszéltünk. Vagy legalábbis, mikor mi megbeszéltük a feleségemmel, a gyerekek is ott voltak. Szóval nem voltak kizárva ezekből a megbeszélésekből. Későbbiekben meg bizonyos kérdésekben szinte úgy döntöttük, hogy mindenki elmondta hozzá a véleményét, a lányok is elmondták. Úgyhogy mondjuk egy ilyen hangulatban éltünk. Ezt ugye akkor, míg az első házasság betoppan a lányoknál, ugye ez egy kicsit megzavarja. Hát ugye a két lány között mindössze 13 hónap különbség volt. Kiskorúban mindig ikreknek nézték őket. Kérdezték ikrek a kislányok. Először magyaráztam, hogy nem, egy év van közöttük. A végén már ráhagytam. Ikrek, persze, mit magyarázkodok két államnak. Na és hát ő a kisebbik ment először férhez. Ez abban az időszakra esett, amikor ez a Győri letelepedés volt. El is benne volt aztán végül is, hogy azt mondtam, hogy hát hadnak egy nagyobb lakást, hogy ők is jöhetnek velünk, akkor visek ő, megyek. Jó, hát tulajdonképpen kaptunk egy lakást, az egész család ugye el tudott helyezkedni. A másik lányom az maradt itt egyébként Pesten. Hát ott a vőlegény akkor katona volt.
Most ugye a kisebbik lányommal és családjával, hamarosan jöttek persze a gyerekek, ugye az unokátlán. 78-ban, ha jól emlékszem, jött már az első unokám. Ugye ez egy újabb pluszt is adott nekem Győrbe, mert amikor már annyira felnőttek, hogy oviba jártam, én vittem mindig az oviba, mert ott volt a főiskola mellett az óvoda. Úgyhogy vagy vittem, vagy hoztam, vagy mind a kettőt csináltam. Ugye. Így aztán elég szoros volt a nexus a családdal. Hát a felesége meg mindig úgy volt, hogy mindig csinált ugye egy családi összejövetelt, inkább sütött, főzött, hogy a másik is eljöjjenek Pestről, és akkor ugye mindig összejött a család. Úgyhogy eléggé összetartó ma is. Hát tulajdonképpen most azért vagyok már Pesten, mert ugye a lányoméknál hamar, hát hamar, mostanra szétment a, már úgy értem, hogy Győrről elkerült a család. Ugye Batávnál dolgozott ugye a vejem is, a lányom is, a fiúk azok távol tartották magukat, sőt a kisebbik a szakmától is, mert ő építész lett, a nagyobbik unokám az pedig villamosmérnök. Ő elment egy évre, de aztán több év lett a Soproni igazgatóságra. Kicsit később a lányom elkerült Budapestre, úgyhogy a nagyobbik unokám meg Budapesten tanult már a Műszaki Egyetemen, a kisebbik unokám volt már csak Győrben, és ugye a kert szomszédja voltam én. Hát így nagyon jól meg is voltunk, de az a baj következett be, hogy közben munkanélkülvé vált, kb. 4 esztendővel ezelőtt, és munkába állni már Pesten állt munkába. Úgyhogy ott maradtam végül is egyedül Győrbe, ami hát nem a legjobb, főleg a téli hónapokban, nem? Az ember télen bent van zárva a lakásba, nem tud a szabadba menni, szóval nagyon nem jól éreztem magam. És akkor a lányaim elhatározták, hogy már pedig most föl kell már jönnöm Pestre. Na most a lányomnak, kisebbik lányomnak volt itt egy kisebb lakása, amikor fölkerült Pestre. Ebben volt a unokám is, mikor állás keresett, de közben ő állásba került, és hát vettek egy lakást magának, én pedig fölköltöztem ebbe a lakásba. Úgyhogy most két lábon élek, nyáron inkább vagyok Győrben, mert ottan jobb a levegő, hát télen meg itt vagyok Budapesten. Úgyhogy a családdal a kapcsolat most még szorosabb, mert közvetlen, majdnem azt mondhatnám, 4 megállóra van az egyik lányom, kicsit messzebb, az ugye a Sasadi területen van a másik lányom, de hát valaki mindig vagy bejön hozzám, vagy én megyek el valamelyik lányomékhoz. Úgyhogy a családi élet most úgy eléggé jó. És nem vagyok egyedül főleg. Azt hiszem sokáig tudnánk beszélgetni mégis. Én most azzal zárnám, hogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jó volt így meghallgatni a régi dolgokat, azt is többek között, hogy egy sajátos életpálya, az oktatásból betöltött életpálya, vagy eltöltött életpálya hogyan alakította részben a te életedet, de én merem azt mondani, hogy a tanítványaidon keresztül te hogyan alakítottad sok esetben a műszaki fejlődést is, hiszen ahogy mondtad, ez nagyon így volt az életünk folyamán, hogy az új dolgok azok mindig tanulással jártak, és vissza is hatottak a tanításra. És azt szeretném kívánni neked, hogy családod körébe, és hát a tanítványod körébe sok egészségbe eltöltött év várjon még rád. És hát számítunk rá, hogy az érettségi találkozókra, összejövetelekre jössz, és azt a hangulatot tudod képviselni, amiért téged
a tanítványait szerettek, tiszteltek és jó érezték magukat. Még néha az iskolába is, pedig hát ugye az iskola az azért egy kötelező dolog. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Jó kívánságokat, és igyekszek eltenni azoknak a kívánalmaknak, amit említettél. Így legyen.